Üdvözlöm, Paradi István vagyok. Addig menj, ameddig ellátsz. Ha már egyszer ott vagy, akkor látni fogod, hogyan jutsz tovább. Ez Carlyle-tól, Robert Carlyle-tól egy idézet. Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy mik azok az első lépések, ameddig ön el tud látni, és abban hogyan tudok önnek segíteni. Éppen ezért az elmúlt 5 évben összegyűlt tipikus kérdéseket, amelyeket szinte minden ügyfél föltesz, összegyűjtöttem, és ilyen kérdés-felelek, kérdés-válasz formájában egy videósorozatban fogom ezt elindítani. A célom az, hogy mindenkinek ne kelljen külön egyesével válaszolnom, hanem megkapja otthon a fotelba ülve akár a számítógép előtt az összes kérdést, mielőtt bejön a kocsiba, és egyetlen Ausztria felé elindulna. A videósorozatban igazán megpróbálok minden titkot elárulni, minden információt átadni, amire sok kollégám azt mondja, hogy hát őrültség, mert ha már mindent fog tűrni az ügyfél, akkor nem lesz rá szükség, vagy megpróbálnak megkerülni, ez ugye magyarországi nemzeti sport, és én ettől nem félek. Én azt gondolom, hogyha egy ügyfél tudatos vásárlóvá, tudatos ingatlan befektetővé válik, akkor előbb-utóbb rá fog jönni, egy olyan partnerre van szüksége, aki tudja segíteni abban, hogy elkerülje a buktatókat. Egyébként meg előbb-utóbb rájönnek az ügyfelek arra, hogy nincs olyan lehetőség, hogy megkerülje a jutalékot, mert ha nem én intézem az adott ingatlant, akkor egy másik ingatlanos, de mindenképpen jutalékot kell fizetni. Illetve, aki már dolgozott velem, tudja, hogy általában azért az ingatlanos jutaléknak, sőt akár a tízszerek mellékköltségnek a költségét, vagy az összegét megszoktam spórolni az ügyfélnek, avval, hogy segítek abban, hogy kedvezőbb árat érjen el. De nyilván lesz, aki meg fog kerülni, semmi gond. Nekem a célom az, hogy ön minél tudatosabb vevő legyen, időspórolok meg önnek, és természetesen magamnak is. A kérdés az, mivel fog tudni önnek segíteni? Alapvetően az utóbbi években specializálódtam olyan ingatlanokra, amelyek főleg panziók, szállodák, illetve az utóbbi időben elindultak építési projektek, nagyobb beruházások, és egyre több olyan projekttel keresnek meg itteni kollégák, illetve bankok, amelyben magyarországi befektető, magyarországi kivitelező, tehát főleg építőiparban jártas cégeknek ad lehetőséget, hiszen a magyar gazdaságban a magyar építőipar az szinte egy helyben áll, vagy teljesen megállt, és a kapacitás, a tudás és a tőke nyilván keresi a helyét, ebben biztos, hogy fog tudni önnek segíteni. Vannak persze olyan kérdések, amiket nem az ügyfelek tesznek föl nekem, hanem én szoktam föltenni az ügyfeleknek, és erről jó, ha ön is tud, és erre megpróbál válaszolni, mielőtt tovább szeretne lépni. Milyen kérdések ezek? Például, miért akarok vásárolni? Tehát a miérteket kell tudnom megválaszolni. A másik, hogy mennyi pénze van egyáltalán önnek. Tudja-e, hogy pontosan mennyi pénze van? Nem az, hogy mennyi vagyona van ingatlanban, ipari ingatlanban, mondjuk Győr mellett egy telephelyen, ami nyilván nem likviddé tehető, és nem lehet eladni, hanem tényleg effektív rendelkezésre álló pénze mennyi van. Sokszor hallom azt a választ, hogy hát annyi, amennyire szükség lesz majd, vagy lesz elég. Ez olyan komolytalan válasz, hogyha ki ilyenre próbálkozik, sosem magát minősíti. A következő, hogyan fogom üzemeltetni? Tehát milyen jellegű ingatlant veszek, hogyan fogom üzemeltetni? Privát céllal? Hiszen nyilván nagyon sok ingatlant adtam már el itt a környezetemben, Stájerországban, főleg Murau körzetben, amit nyaralóként, amit kiadásra vásároltak ügyfelek, de a többség természetesen panzió, szálloda, ahol az üzemeltetés kérdése nagyon fontos. Ki fogom adni, magam fogom üzemeltetni, erről részletesen minden egyes témáról egy-egy videó fog szólni. És ami a legfontosabb kérdés, mi a valódi célom? Mi az igazi motivációm? Sok embertől hallom, hogy nagyon rossz otthon Magyarországon a gazdasági környezet, nem tudnak előre jutni, az eddig sikeres vállalkozók egy helyben állnak, vagy éppen visszafelé haladnak, és ezért egy úgymond hátulról jövő motivációk van, magyarul hátulról böki őket a magyar gazdaság, a magyar lehetőség. Természetesen ez is egy motiváció, de ez kicsit gyenge motiváció, az olyan gyenge motiváció, mintha elindulnánk nyaralni, és csak az, hogy menjünk valahova, de nem tudjuk, hogy hova, először tudnunk kell, hogy mi a célunk, hova akarunk eljutni, akkor tudunk egy úti tervet készíteni, akkor tudjuk megoldani azokat a kérdéseket, és fölkészülni azokból a dolgokból, amire szükség lesz. Szóval dönts el, hogy mit szeretne, döntse el, hogy itt mit szeretne. Az kevés nekem, én azt mondom, önnek is kevés, hogy el akar jönni, vagy el szeretné hozni a tőkéjét valamilyen biztonságos gazdasági környezetbe. A célt keresse meg, találja meg. Ebben fog segíteni egyébként nagyon sokat ez a bizonyos videósorozat, hiszen ön fogja majd tudni, hogy mi az, ami önnek érdekes lehet,
És attól se tartok, sőt, valahol örülök neki, hogy én a videók végére, ha rájön, hogy igazából az osztrák befektetés nem önnek való, akkor se ön, se én nem fecséreltünk erre időt. Úgyhogy lehet őrültség minden információt átadni, én mégis mindent, amit tudok, föl fog tenni a videóra. Nyilván a konkrét ingatlannal kapcsolatban, nyilván a konkrét önre vonatkozó kérdésekre nem fog tudni előre válaszolni, erre majd idővel, személyes találkozó alkalmával fogunk időt keríteni. Úgyhogy kiképeztem ön tudatos ingatlan vásárolóvá, amihez természetesen felraktam egy e-bookot, ami azon a kiinduló lépése az egésznek, ezek után elindult ez a videósorozat, ha ezeket végignézte, és fölkészült, akkor természetesen föl tudja tenni e-mailben a kérdéseket, ez a legjobb egyébként, vagy telefonon is tudunk beszélni, de az e-mail azért jó, mert nem kell azt mondanom a telefon, hogy elnézést, de tárgyalok, vagy nem fogom tudni fölvenni. Úgyhogy bármikor arra egy részletesebb választ tudok adni. Azt javaslom, hogy olvassa az e-bookot, nézze meg a videókat, küldje el a kérdéseit, és ha úgy gondolja, hogy megtalálta azt a célt, amit szeretne, és azt az irányt, akkor természetesen találkozunk Muróban, alig várom, hogy találkozunk, hiszen én nekem sok ügyfél vetette már a szememre, de jelezte, hogy milyen örömmel és őszintén segítek. Nyilván ez én hobbim, amellett, hogy nyilván pénzt is keresek vele, hiszen ez profi munkát jelent. Úgyhogy következő idézetet hadd mondjak, ami azt gondolom az egész életben fontos, de pláne egy ilyen nagy volumenű lépésben, ami egy másik kultúrával átköltözés, vagy másik kultúrával befektetést jelenti, ez egy fontos idézet lehet arra, hogy ön eldöntse, hogy mit szeretne. Ez arról szól, hogy önnek lehetnek kétségei, a lényeg az, hogy ne állítsák meg ezek önt a céljának elérésében. És nyilván a megállításnak a fő oka az a félelem lehet, a kétségek. A félelemnek és a kétségeknek egyetlen egy valóban hatékony ellenszere van. Én ezt tanultam meg az életben, és ezt is alkalmazom. Egyetlen egy hatékony ellenszere van a félelemnek, a tudás. Ezért teszem azt, hogy ilyen videókat készítek, és az összes tudást, amit én összegyűjtöttem, azt átadom önnek, hogy elvegyem a félelmét. Elvegyem a félelmét egy döntéstől és az új dolgoktól. Milyen témák lesznek ebben a videósorozatban? Nyilván alapvetően a fő kérdés az, hogy Ausztriában ingatlant vásárolni, ennek az alapjai, egyáltalán ingatlan befektetés Ausztriában. Következő ilyen fontos kérdés, hogy miért Ausztria? Tehát sokan elindulnak Ausztria felé, mert a vasfüggöny után ez volt az álomország, amiről csak 3 évente győződhettünk meg, hogy még létezik, de ez kevés. Tehát nyilván nagyon sok más úti cél is lehet, vagy más befektetési cél lehet. Jó, ha tudja, hogy miért. Miért érdemes. Milyen lehetőségek vannak? Ugye itt sok embernek nagyon fura elképzelése van, nagyon torz elképzelése van a nyugatról. Nyilván ez se kánoán. A fő dolog, amit szoktam erre mondani, hogy itt is kőkeményen kell dolgozni, csak van értelme. Következő ilyen kérdéscsapos lesz, hogy mit érdemes venni. Tehát mi az, amiben érdemes befektetni, mi az, amiben nem érdemes. Nagyon sokan elképzelés van, a kérdésekből kiderül ez számomra, hogy teljesen fals elképzelés van, igazából az ügyfélnek az nem való. Aztán adózási alapokról lesz szó. Ugye minden ügyféllel végig szoktam csinálni egy adózási tanácsadást, hogyha erre igény tart, nem én adom a tanácsokat, vagy nem én mondom el neki az információt, csak fordítok, hanem van egy adószakértőnk, aki ebben profi, Stájerországban, Muróban az egyik legnagyobb szaktekintélye, bankok elfogadják a véleményét, üzleti tervét, úgyhogy ővele tudunk összeadni egy találkozót, de egy csomó adózási alapot elfogadni, egyáltalán tudjuk, hogy milyen nagyságban és merre kell mozognunk. Aztán a tipikus és nagyon gyakran visszatérő kérdés, bérbeadás, bérbevétel, vagy egyáltalán az üzemeltetése hogyan legyen egy ilyen ingatlannak, egyáltalán milyen formában vásároljon meg az ingatlan. Fogunk nézni egy pár üzleti tervet, főleg az a kérdés, hogy mik azok a költségtényezők, amivel számolni kell, egyáltalán, hogyha tudok egy ingatlanról pár paramétert, akkor hogyan tudom kiszámolni, hogy az mit tud hozni, pénzben is, meg természetben is, erről részletesen fogunk beszélni. És hát föl fog tenni én is olyan kérdéseket, amelyeket lehet, hogy nem tesz föl, de a válaszokat mindenképpen tudniuk kell. Nagyon sok olyan kérdés, ami eszébe se jut az ügyfeleknek, de tudniuk kell arról a dologról. Úgyhogy ezeket is összegyűjtöttem, és ezeket is természetesen a kérdésekkel együtt meg fogom válaszolni. És végül még egy idézet, mert én úgy gondolom az idézetek azok a
azok az értékes mondatok, amelyekben egy egész életfilozófia benne van, és az ember elgondolkozhat akár napokat vagy órákat is egy-egy adott dolgon, nyilván kivetítve a saját életére. És ez egy ilyen idézetem most következik. Az életben túl sok a néző, és kevés a dolgokat mozgató ember. A kérdés az, és ezt önmagának kell megválaszolni természetesen, hogy ön csak néző, vagy azok közé tartozik, akik hatnak az életükre, és akik irányítják az életüket. Amit ebben tudok, segítek, ez főleg információ lesz, sok-sok-sok információ, érdekes információ, természetesen példákkal, és hogy biztos észrevették a kedvenceimmel, idézetekkel, hogy legyen mind gondolkozni. Szép estét, vagy szép napot kívánok önnek. Találkozunk a következő videóban.